Ahhoz, hogy egy ilyen 1 kg-os félbarna kenyér elkészüljön, 75 dekagram lisztre van szükség. Ebben a sütőüzemben is nagy gondot okoz, hogy most a kenyér elengedhetetlen összetevőjét háromszor drágában tudják beszerezni, mint egy évvel ezelőtt. Ez az egyik oka annak, hogy az utóbbi hónapokban viszonylag gyorsan és drasztikusan emelkedtek a péktermékek árai. A legtöbb üzlet a már említett kilós félbarna kenyeret több mint 900 forintért árusítja. A másik összetevője az alapanyagok, amelynek a mértéke, mondjuk a sajt, élesztő, amiket használunk a sütőipari termékeknél, annak is 3-4-szeres áremelése volt, aminek az egyik oka, hogy gyengült a forint, és nagyon sok importanyagot használunk fel a sütőipari termékekhez. A következő tényező, ami az önköltséget növelte, a munkabér. Ugye a sütőipari termékeket döntően éjszaka állítjuk elő, a megemelt minimálbér január 1-től, hatványozottan érinti a sütőipari vállalkozásoknak a költségnövekedését, hiszen döntően éjszaka dolgozunk, illetve hétvégén, aminek a következménye az, hogy a pótlékokat is hatványozottan kell kifizetnünk. A legnagyobb gondot azonban az energiaköltségek jelentik. Lakatos Tibor azt mondta, a péküzemeknek augusztushoz képest szeptemberre 12-szeresére emelkedett a gáz és a villany ára. A termékek drágulása éppen ezért a következő fél évben is kitarthat. A Magyar Pékszövetség alelnöke szerint a folyamatok a vásárlási szokásokat is átalakíthatják. Ami kisebb méretű, kovászos kenyér hosszú ideig eltart, és ugye az egészség sokkal egészségesebb, mint azok a szeletelt kenyert, amik a multiláncok lehet kapni. Én bízom benne, ez egy bupogós kenyér, és ennek a forgalma szerintem nőni fog. Hozzátette, korábban sok háztartás halmozott fel felesleget a kilós kenyérből. A szakma abban bízik, hogy ez megszűnik, és az üzletek változtatnak kínálatukon. Azt mondom, Ausztriában például 4 szelet kenyeret is lehet vásárolni, akkor ezt mondom én is, hogy a kilós kenyérnek a jövője inkább a fél kilós, illetve minőségibb kovászos, rozsos kenyér irányába fog elmenni a vásárlási szokás, és azt gondolom, hogy most kerül helyére a kenyér az asztal széléről, az asztal közepébe, és felzárkózik, azt gondolom, a ausztriai, németországi kenyérárakhoz a magyar kenyér is. Mivel a sütőüzemek energiaköltségei ma már meghaladták a bérköltségeket, a kenyér drágulását elsősorban az orosz-ukrán háború vége állítaná meg. Az ágazatban egyébként a közeljövőben várhatóan újra béremelés következik. A Malmok előrejelzése szerint azonban a lisztért január 1-je után még többet kell majd fizetni, ami szintén nem azt vetíti előre, hogy a kenyér ára sokáig 1000 forint alatt marad.